megint elkezdesz diszekezni az, hogy... Na, megint, remélem megint elkezdesz diszekezni. Dude! Dude! Ej, de kurva ügyes vagy. Jó, a karizma hálójainak nem kell fejleszteni, de a műszaki tudásán már igen. Na, hagyd abba. Vegyük fel a telefont. Hát már, nem veszük fel a telefont. No. Akkor. Sövegjünk. Darrennel. Mert miért ne? Eközben... Mindjárt Nina meg is érkezik. At the moment. Van félelme? Így nincs. Nem is léptetek elő. Szégyen. Jó. Robert. Úgy érzem, eljött a nagy idő. Igen. Ezt a mostani... Na nézzük. Lehet, hogy hangos lesz, azért nézést kérek. Nézzük. Se pole, puede mi recibo. Osu? Como, Clearna. Chavate! Timothia! Oh, Timothia! Mam! Se me le pomeci. Na. Oké, tudtam, hogy hangos ez, azt remélem, hogy utólag nem felejtem elhalkítani. Szóval, el lehet jegyezve Nina, és vártam is, hogy ez ez most következzen be, mert Ninának ugye az élet célja a románc. A románcosok nem nagyon esküsznek, úgyhogy gyakran a félelmek között van az, hogyha a másik fél, ilyen esetben Rebőr eljegyzi. Most jelenleg nincsen, épp ezért az életcél mutatója is magasan van, viszonylag magasan. És Robert-é is. Úgyhogy, ja. Házasság nélkül megöregedni. Ember. Gyerek nélkül megöregedni. Ja, ó! Húha. Komolyan? Júj. Hát akkor így... Gondolom, van egy olyan, hogy a házasság. Igen, erre gondoltam. Hát én erre rohadtul nem számítottam. Ajaj. Erre nem számítottam. Erre nem számítottam. Vagyis hát gondolkozok most, mert ugye az van ide írva, hogy öregedés nélkül öregedés, hát hogy mémet megöregedne, nem lesz gyereke. És azon gondolkozok, hogy a öreg akkor is meg lesz az az állapot, hogy gyereket csináljon? Biztos, hogy meg lesz ez az állapota, de nem tudom. Meggyorsítsuk a folyamatokat? Hm? Mit tudok hozzá, ha most csinálnánk egy házassági partit? Pénzünk van rá bőven, helyünk már kevésbé van, de megoldható. Mit szóltok hozzá? Hát jó, erre tudom, nem tudok reagálni, úgyhogy csinálunk. Még is szokott lenni? Hát rohadtul nem itt szokott lenni. Nem is itt szokott, a vegyesben van most, hogy ez ott lesz. Igen, ott lesz. Ez, ez, ez. Lugászi nászlugas. A fotósztár szamárkőgést kapott, a virágokat véletlenül egy temetésre szállították ki, és Simünk államesküvő délre távozott a szép idővel együtt. Legalább a lugaszi féle nászlugasban megbízhatunk. Az elegáns lugas egyszerre légies, mégis időtálló, szilárdfel építési sohasem hadsereged. Most akartam színt választani, egy bírós. Nem tudom beállítani középre a szarak. Jó. Oké. Szó. Kellene ide székek. Pont. Mint van valami mikrofon. Ide teszünk. Most egy olcsó esküvő lesz. Nem be tudnak ülni. Beteszünk egy kisebb kis, olcsó kis asztalt.
erre az asztalra felteszünk egy pösgőt. Titánia szőlős 2014 köszöntő készlet. Esküvői torta. Ez sem maradhat ki, úgyhogy veszünk még egy asztalt. Sőt, nem biztos. Aha. Ha, megoldotta. Jó, vegyes. És mivel lesz parti, ha nem emlékezetem nem csal, mivel én partit nem szeretnék csinálni. Már nem csak. Hívás színszolgáló viszonyunkat. Fűha. Ja igen, ezt akarok, igen. Hé, hey, dude, nem. Hoppa, ajajajajaj. Igen, ezt akartam. Na, láttátok ti is, hogy Robertnek meg lett egy jó élménye, de hát Ninának egy rossz élménye lett. Ez nem más, mint a eljegyzés. Hát most már ezen késő gondolkozni. Na. Oké. Hívjuk meg embereket. Na, te biztos jönni fogsz. Na. Hívjunk meg jó sok embert. Tudom, téged nem hívunk meg. Téged meghívok, meghívlunk. Meg... Meghívtam a tesóját, maximum 8 vendég. Legyen Cox, Kennedy, legyen Kennedy. Bocsánat, a Cox az csúnya szép. Nem csúnya szép, de azért értek. Jó. Oké. Várja, stop it! Stop, anyád faszat! Gratulálok az esküvő, mindenki életében nagy napnak számít, a vendégek már úton vannak, kezdődjék az ünneplés. Hurra! Elfelejtem még valamit venni. Tudjátok mi az? Aki arra tippelt, hogy egy lagzi sose lehet zene nélkül hagyni, az most eltalál, az most örülhet, mert elfelejtem menni rádiót. Olcsót teszünk egy ilyet. Bőven megfelel. 99 szimulón, hát azért mi sóherek vagyunk. Na. Hő, hát ha most főzöl. Ne ideges is. Mindjárt megjönnek az emberek. Hú, most megnézett. Úristeni rádió. Mert amúgy a házban nincs. Na. Most jönnek a vendégek. Ketten már is itt vannak. Nem, ezek többen vannak. Ezek. Többen vannak. Na. Hűha. Oké. Tudjátok mit? Ne húzzuk az időt. Így van. Na, itt van a buli. Na, most ezt először láttátok. Na, hogyan tudnánk felpörgetni a bulit? Nagyon egyszerű. Ezt is csapni kell ezeknek a zenét. Remélem, megint jön egy videó. Senkit nem érdekel, hogy egy esküvő közepén vagyunk? Mi volt ti? Bajzia. Istavla mova. Volpoti lehet mondani. Így. Na, fontos dolgot még meg kell mondani. Először is, ha az esküvői buli nagyon jól sikerül, akkor fog tovább folytatódni a lagzi, és akkor még jobban lesznek, hogy mond az embereink. Akkor szinte majdnem, hogy minden szükségetük teljesen maximumra megy, azt hiszem. Úgyhogy muszáj mindent fenntartani, szóval muszáj a jó hangulatunkat feltartani.